Príjemné popoludne, milí televízni diváci. Ako sme vás informovali dnes, prebieha zasadnutie mestského zastupiteľstva. Informovali sme vás, že bude v priamom prenose. Pred malou chvíľou však poslanci mestského zastupiteľstva odhlasovali to, že nebude v priamom prenose, bude len zo záznamu a odvysielame ho v utorok 30. októbra. Kedves tévénézők, történelmi pillanat áll a városi televízió életében, hisz a város képviselőtestülete néhány perccel ezelőtt arról szavazott, hogy ma nem lesz élőadás a városi televízióban, tehát a mai képviselőtestületi ülést jövő héten kedden láthatják felvételről. Keďže dnes ráno o 7. hodine začalo volebné moratórium pred doplňujúcimi voľbami a štyria poslanci mestského zastupiteľstva kandidujú na post primátora mesta, práve z tohto dôvodu priamy prenos nebude. Mivel a parlamenti választásokkal ellentétben, ahol nincs kampánycsend a választások előtt, az önkormányzati választásokra ez nem jellemző, hisz itt 48 órás kampánycsendről van szó. A rozsonyai képviselőtestületből 4 pályáznak polgármesteri babérokra, és ezért döntött úgy a képviselőtestület ma, hogy felvételről lesz a testületi ülés közvetítése jövő héten kedden. Záznam odvysiela Rožňavská televízia v utorok 30. októbra. Z toho dôvodu bude Rožňavský magazín odvysielaný v premiére až v stredu 31. októbra o 18. hodine. És még néhány tájékoztatás a Rozsnyói magazin műsoraiból. Tehát mivel a képviselőtestület ülését kedden, tehát október 30-án sugározzuk, ezért a Rozsnyói magazint szerdán este 6 órakor láthatják. Pripomenieme, že voľby budú prebiehať v sobotu 27. októbra od 7. hodiny do 20. hodiny. My sa prihlásime vo volebnom štúdiu od 19.30. És ha már így vagyunk élő közvetítésben, szeretném felhívni figyelmüket, hogy az időközi polgármesteri választások szombaton reggel 7 órakor kezdődnek, és este 8 óráig tartanak. A Rozsnyói Városi Televízió élő közvetítése pedig este fél 8-kor kezdődik. Pre tých, ktorí nás pozerajú teraz, naň môžeme ešte pripomenúť, že zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné, občania sa ho môžu zúčastniť a medzi 17. a 18. hodinou bude prebiehať aj diskusie. És azok kedvéért, akik tudják, hogy a képviselőtestületi ülésre a polgárok is eljöhetnek, azok kedvéért el szeretném mondani, hogy délután 5 és 6 óra között a polgárok is részt vehetnek az ülésen. Takže teraz priamy prenos prerušíme a rokovanie mestského zastupiteľstva bude pokračovať. Így a Városi Televízió élőadását ma megszakítjuk. Ez azt jelenti, hogy a jövő héten kedden még egyszer elismétem láthatják ezt az ülést, és a képviselőknek jó tanácskozást kívánunk, és mi pedig szerdán találkozhatnak a Rozsnyói Városi Televízió adásával, a Rozsnyói magazinban. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia.